Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, és ezúttal az anyagiakról van szó. Ahol megnézzük, hogy lesz-e bevétel, vagy kiadás, javul-e az anyagi helyzet. Ha anyagiakról van szó, ez összefügg a munkával, a hivatással, de gyakran jelenti a belső értékeket is, hogy mások értékelnek téged, megkapod az elismerést, vagy ez a hozzáállásod, hogy mindazt megkapod az élettől, amit megérdemelsz. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya szimbolizál téged, és a férfiakat, vagy a lelki társadat, itt ez a férfi szimbolizálja. Itt két különböző irány van. Mert ha te egy hölgy vagy, akkor itt látható a szerencse. Ez lehet nyeremény. Ezek lehetnek jó ajánlatok, vagy előnyös szerződések. Itt megvan a lehetőség, hogy jó kapcsolatokat alakíts ki a párkapcsolatnál, vagy családi kapcsolatokat, vagy barátságokat. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik valami különböző életterületeken, vagy tisztázódik az anyagi helyzeted. És itt a ház jelenti a stabil anyagi helyzetet, vagy jelentheti az otthonodat, hogy pénz jön a házhoz, vagy pénzt adsz ki az otthonodra, mert megszépítesz valamit, vagy tervezel egy vásárlást, egy ingatlannak a vásárlását, vagy eladását. Amit a ház még jelent, az otthon, az ingatlanok, vagy a családi kapcsolatok, és itt a levél lehet egy jó hír, előnyös szerződés, vagy egy dokumentum. Ami őt illet, itt fél éven belül rendeződik az anyagi helyzet, ez a hölgy eltűnik a környezetéből, a nehézségek, a problémák, a felhő is, mindaz, ami átláthatatlannak tűnik. Számára fontos még kicsit a türelem, mire az anyagiakat rendezni tudja. Ami viszont kettőtöket illet, itt van egy szép kapcsolat, egy látogatás, egy jó hír, tisztázódnak bizonyos dolgok, és mint említettem, ha egy hölgy vagy, akkor most beköszön a szerencse hozzád, és lesz nyeremény. Nála is javul a helyzet az anyagiakat illetően, de neki még időre van szüksége ehhez. És ez volt a jóslás, ami az anyagiakat illeti, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, amikor anyagiakról van szó, hogy lesz-e bevétel, vagy kiadás, nyereség, vagy veszteség, mire kell odafigyelni, és akkor így a kártyánk alapján megnézzük az anyagi helyzetedet, vagy hogy mit szeretnél birtokodba venni, milyen munkahelyi változások lesznek nálad. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!